Üzenet. Országszerte szavaztak a magyar közösség elöljárói. Az általuk megfogalmazott üzenet közös kicsengése, hogy nem hagyhatunk teret a szélsőséges eszméknek, meg kell védenünk kiharcolt jogainkat. Köszöntöm Önöket, választási híradónkat látják! Rendkívül magas a választási kedv a romániai parlamenti választásokon. Még 4 éve a részvétel a nap végére sem érte el a 32%-ot, jelenleg már az 50% felé közelít. A székelyföldi megyék közül Hargita és Kovászna az országos átlag felett teljesít. Továbbra is rendkívül magas marad a választói kedv Romániában a parlamenti választásokon. Ilyenre 1990 óta nem volt példa. A szavazati joggal rendelkező állampolgároknak már közel 50%-a járult az urnák elé. A központi választási iroda adatai szerint 18 órakor 46,03%-os volt a részvétel országszerte a parlamenti választásokon. Eddig közel 8 millió 300 ezer szavazati joggal rendelkező állampolgár adta le a voksát. A legmagasabb részvételi arányt Hargita megyében jegyezték, 51,8%-os volt a részvétel a szavazókörzetekben 18 órakor, míg a legkevesebben Vászlui megyében mentek el szavazni, itt az arány 30,52%. A jelentős számú magyar lakosságú megyékben is magas a szavazási hajlandóság. Az országos első Hargita megyén kívül Kovásznában 47,67%, Marosban 44,18%, Biharban 49,44%, Kolozs megyében 46,44%, Szilágyban pedig 47,53%-os részvételt jeleztek 18 órakor. Az Erdélyi Magyar Televízió tudósítói ott vannak a nagyobb erdélyi városokban. Először Kolozsvárt kapcsoljuk. Kolléganőnk Bíró Noémi az RMDSZ székházból jelentkezik. Szervusz Noémi, milyen fejleményekről tudsz beszámolni? Szia Ágota, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Kolozsvárról jelentkezünk az RMDSZ székházából, ahol hamarosan kezdetét veszi az eredményváró is, és érkeznek majd az újságírók, a meghívottak. Jelen pillanatig az országos lakosság közel 49%-a járult a szavazó urnák elé, de mit lehet tudni a magyar részvételről? Erről kérdezném Csoma Botondot, az RMDSZ szóvivőjét, parlamenti képviselőjelöltjét. Nem rossz a magyar részvétel, de van még 2 óra, és azon kell dolgoznunk, hogy ebben a 2 órában ne maradjon el a magyar részvétel a román részvételtől, mert mi mindig arra kell gondoljunk, hogy nekünk itt Romániában kell pótolnunk azt, ami nem jön be a diaszporából. Úgyhogy ilyen értelemben arra kérek mindenkit, aki eddig még nem volt szavazni, tegye meg. Azt is láttuk, hogy a fiatalok kisebb arányban mentek el szavazni. Én arra kérném a magyar fiatalokat, hogy menjenek el szavazni. Arra kérem őket, hogy ők is szóljanak bele az ország jövőjébe, hogy hogyan alakuljon ez a jövő. Nem lenne jó, hogyha a fiatalok nagy része kimaradna ebből a folyamatból, és szerintem a fiatalok érdeke is, hogy legyen egy erős magyar képviselet. Úgyhogy arra kérek mindenkit, aki még nem volt szavazni, azt tegye meg. Még van 2 óra, és nagyon fontos, hogy 21 órakor ne legyen különbség arányaiban a magyar és a román részvétel között. A múlt héten az államelnök választás során azt láttuk, hogy nagyon nagy eredményeket értek el a szélsőségesek. Mi ennek kapcsán most a választás tétje ön szerint? A választás tétje egyértelműen az, hogy a szélsőségesek ne tudjanak hatalomra kerülni. Mert ők most nem csak azt akarják, hogy bejussanak a parlamentbe, ők kormányt akarnak alakítani. Ez a tervük, és ezt nekünk, magyaroknak meg kell akadályoznunk. És természetesen más pártokkal együtt, de nagyon fontos, hogy erős legyen a magyar képviselet, mert a magyar képviselet hatalmasan hozzá tud járulni ahhoz, hogy a magyar gyűlölök ne kerüljenek kormányra. Mi történhet, ha kormányra kerülnek? Ha kormányra kerülnek, akkor az történhet, hogy eddig csak hülyeségeket beszéltek, és támadtak bennünket verbálisan, hogyha kormányra kerülnek, akkor gyakorlatba ültetik a terveiket. Ez történik. És megtámadják anyanyelvünket, és alintézkedéseket hoznak, a nyelvi jogainkat korlátozzák, a szimbólum használatot, az intézményeink ellen támadást indítanak, tehát hogy ez óriási a tét ilyen szempontból. Mert még egyszer ismétlem, ők most hatalomra akarnak kerülni. Nem elég nekik a parlament. Kormány kell nekik, és ezt meg kell akadályoznunk. Köszönöm szépen.
Még 2 óra van tehát, amíg leadhatják szavazataikat, illetve azután is megtehetik, ha 9 óra előtt már a szavazókörzetben tartózkodnak. Legközelebb az élőválasztási műsorunkból jelentkezünk ismét innen Kolozsvárról. Tartsanak velünk akkor is. Köszönöm a figyelmet, visszaadom a szót a stúdiónak. Csoma Botonnak és Noéminek köszönjük a bejelentkezést. Csíkszeredában a Hargita megyei fejleményekről Csata Orsolya a kolléganőm beszélget Táncos Barna szenátor jelölttel. Köszöntöm az Erdély TV nézőit, jó estét kívánok! Csíkszentkirályon vagyunk, ahol megint Táncos szenátor úrral fogunk beszélgetni, akivel legutóbb arról beszéltünk, hogy nincs itt az idő még arra, hogy hátradőjünk. Most arról fogom kérdezni, hogy eljött-e az idő, amikor hátradőlhetünk a szavazást illetően, a részvételt illetően. Sajnos az elmúlt 1-2 órában pont az igazolódott be, amitől a legjobban tartottunk. Az elmúlt 1-2 hét óriási cirkusza hihetetlen nagy román részvételt generált az országban. Óránként közel 1 millió szavazat érkezik be az országos kosárba, és ehhez mi mindig hozzá kell tegyünk a magunk 5%-át. Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek, és ne hagyjuk, hogy lemaradjunk. A mi szavazataink az elmúlt 1-2 órában lassúbb ütemet mutatnak, tehát csökkenő tendenciát. Az utolsó 2 órában, ami még hátra van, föltétlen hívjuk fel a barátainkat, hívjuk fel az ismerőseinket, mondjuk el nekik, hogy az országban soha nem volt ekkora részvétel parlamenti választásokon, legalábbis nem amióta én politizálok és benne vagyok most már több mint 20 éve ebben az országos politikában. Óriási a gond, óriási számok jönnek a nem erdélyi megyékből, Bukarestből, Ilfovból, amit mondtam, óránként 1 millió szavazattal nő az országos kosárban leadott szavazatok száma, és még a diaszpora, még a határon túliak is tudnak szavazni, akik külföldön vannak, azok is még le tudják adni a szavazatukat, és tudják támogatni azt az egységes erdélyi magyar képviseletet, amelyre akkora szükségünk van. Azt azért elmondhatjuk, hogy Hargita megye vezet, tehát, hogy nagyon jól szerepel a Hargita megyei választók, igenis értik, hogy miről van szó. Ez látszik mondjuk itt a Csík környéki régióban is? Láttam én olyan sportklubos meccset, ahol nagyon jól játszottunk, és az utolsó percben hosszabbításban elveszítettünk a mérkőzést. Ne járjunk így. Nem a játék szépsége a fontos, nem az a lényeg, hogy hányadik helyen van Hargita megye. Ne kapjunk ki a hosszabbításban, ez a legfontosabb most. Nem az számít, hogy Csíkszentkirály például hány százalékkal teljesít, itt is lehetnénk jobbak. Minden egyes településen tudunk még hozzatenni valamit. Ne azt nézzük, hogy hányadik Hargita megye, hanem azzal foglalkozunk mindannyian, hogy még egy ismerős, még egy barátot, még valakit győzzünk meg. Ne veszítsük el a mérkőzést a hosszabbításban. Köszönöm szépen, szenátor. Önöknek is köszönöm a figyelmet, később még jelentkezünk a Szó a stúdiói. Sepsiszentgyörgyről Várkonyi Eszter kolléganőm jelentkezik, aki Tamás Sándorral, a Kovászna megyei tanács elnökével beszélget. Eszter, tiéd a szó. Szervusz, jó estét, köszöntöm a nézőket. Itt vagyunk Sepsiszentgyörgyön megint, mellettem áll Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának az elnöke. És hát elnök úr, 9. helyről sikerült előrébb jutnunk a listán a részvételi szándék tekintetében. Hátradőlhetünk-e? Az országos 10 elsőben benne van Hargita megye az első, Kovászna az 5. Ez azt jelenti, hogy a székelyek keményen húzzák a szekeret, de itt nem lehet még hátradőlni, hiszen tudjuk, látjuk az eddigi tapasztalatunk is az, hogy az utolsó órában indulnak meg a nagyvárosokban, fővárosban, illetve Románia más nagyvárosaiban a szavazók, különösen a fiatalabb réteg, aki esetleg egész nap mással volt elfoglalva, és nagyon nagy szavazott mennyiséget szoktak ilyenkor produkálni. Úgyhogy az a tiszteletteljes kérésünk, hogy ne dőljünk hátra, vigyük végig, ne csak 9-ig, ne csak 90 percet, hiszen addig kell ezt játszani, menni, szavazni addig, amíg a bíró 2-t sipol, hiszen 9 órakor ott nem záródnak be a szavazóhelyiségek, ahol tömött sorokban állnak az emberek, úgyhogy ne csak 9 óráig gondolkodjunk, hanem mindaddig, amíg mindenki el tud menni szavazni, sőt, megkérjük szépen, vigyenek magukkal még egy embert, hiszen látjuk azt, hogy az elmúlt néhány napban Romániában milyen gyorsan fordult a világ, és hogy milyen erő kaptak a magyar ellenes erők. Ezt egyféleképpen lehet megakadályozni, hogyha minél többen szavazunk. December 1-je volt, amikor nekünk rosszat hozott, ma jót tud hozni. Hajrá! Köszönöm szépen, elnök úr! Én pedig visszaadom a szót a stúdiónak.
December 1-e Románia nemzeti ünnepe. Pontosan 106 évvel ezelőtt, 1918. december 1-én nyilatkoztatták ki a gyulafehérvári román nemzetgyűlésen azt az igényt, hogy Erdély egyesüljön a román királysággal. A gyulafehérvári román nemzetgyűlés évfordulóját Románia szerte katonai parádékkal ünneplik. A nagy egyesülésként emlegetett nap 1990 óta Románia nemzeti ünnepe. Az 1918. december 1-i gyulafehérvári román nemzetgyűlés egyszerre jelképezi a történelmi Magyarország felbomlását és Nagy Románia megalakulását. December 1-én Gyulafehérváron kiáltványt fogadtak el Erdély és a Román Királyság egyesüléséről, amit végül a világháborúban győztes nagyhatalmak támogatásával sikerült megvalósítani. Az egyesülés eredményeként Románia az 1914-ben még 137 ezer négyzetkilométer területű és 7,2 millió lakos országból 1919-re 296 ezer négyzetkilométerűvé és 15 millió lakosúvá vált. Az erdélyi magyar politikusok többször is hangoztatták az elmúlt évtizedekben, hogy tisztelik az ország nemzeti ünnepét, a romániai magyarok számára azonban december 1-e nem ünnep, ami rendszerint heves tiltakozást váltott ki a román politikum részéről. A gyulafehérvári kiáltvány egyik sarkalatos pontja szerint az egyesülés után teljes jogegyenlőséget nyújtanak az összes együtt élő nép számára. A nemzetállami ambícióit valóra váltó Nagy Románia azonban a nagygyűlés után ezt az ígéretet gyakorlatilag elfelejtette. December 1-én ezért a romániai magyarok az akkor tett ígéretekre emlékeztetnek. A magyar közösség az elmúlt évtizedekben a magyar érdekképviselet, intézményvezetők, polgármesterek erőfeszítéseinek köszönhetően anyanyelvén is tanulhat, beszélhet és érvényesülhet, a kiáltványban szereplő jogok azonban ma sem teljesülnek maradéktalanul. Rendkívül fontos választások előtt állnak az erdélyi magyarok. Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint létfontosságú, hogy minden erdélyi magyar az urnák elé járuljon. Kedves erdélyi magyar honfitársaim, önök most sorsdöntő választás előtt állnak. Vasárnap eldől, hogy mekkora befolyása lesz a magyar közösségnek Romániában, és mekkora ereje a bukaresti parlamentben. Vissza tudnak-e kerülni a kormányba, vagy sem? Arra szavaztam, hogy győzedelmeskedjen a józan ész, fogalmazott Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, miután leadta a voksát. A csíki jelöltek a reggeli és a kora délelőtti órákban szavaztak. Csíkkarcfalván szülőfalujában szavazott Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke. Voksulását követően újságírói kérdésre válaszolva elmondta, úgy a diaszpórában, mint itthon nagyon nagy a mozgósítás. Éppen emiatt minden egyes erdélyi magyar szavazatára szükség van a parlamenti választásokon. Arra szavaztam ma, hogy legyen magyar jövő Erdélyben, Romániában. Arra szavaztam, hogy gyerekeink biztonságban legyenek, és arra szavaztam, hogy a józan ész győzedelmeskedjen, mert most arra van szükség, és december 1-én nem veszíthetünk. Arra szavaztam, hogy ez a december 1-e legyen az, amikor nem veszítünk. Ma reggel külföldön már több mint 156 ezeren szavaztak. Ez egy nagyon magas részvétel, nekünk azt itthon kell pótolni elsősorban plusz szavazatokkal. Az látszik, hogy nagyon nagy a mozgósítás, és ebben a mozgósításban benne vannak azok a magyar ellenes erők természetesen, akiktől semmi jóra nem számíthatunk. Tehát arra kérek minden magyar embert, minden magyar szavazatra szükség van, hogy erős parlamenti képviseletünk legyen, hogy meg tudjuk védeni az eddig megszerzett jogainkat, anyanyelvünket, szimbólumainkat, kultúránkat, szülőföldünket, és ezért arra kérek mindenkit, hogy ma menjen el és adja le a szavazatát. Csíksomjon szavazott a csíki képviselőként újrázni készülő Hajdu Gábor. Most arra szavaztam, hogy ezen a december 1-én ne veszítsünk. Arra szavaztam, hogy legyen magyar képviseletünk, ami azt jelenti, hogy legyen magyar jövőnk Erdélyben és Romániában. És arra szavaztam, hogy legyen egy közösségi összefogás, ami tovább visz minket az elkövetkező 4 évben is. Hargita megyében 292 szavazókörzetben voksolnak ma az emberek. Közel 500 rendőr és csendőr felügyeli a rendet. A megyei rendőrség közleménye szerint bírság szabható ki a leadott szavazat fotózása, videózása miatt, de ugyanígy tilos a választás napján kampányolni is.
A rendszerváltás óta soha nem volt még példa arra, hogy magyar ellenes politikai alakulatok ekkora erőre tegyenek szert, nyilatkozta Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnökkel az erdővidéki Szárazajtán szavazott. Antal Árpád András Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke a szárazajtai iskolában szavazott. Az elöljárók arra a történelmi tragédiára hívták fel a figyelmet, ami 80 évvel ezelőtt történt az erdővidéki településen. Azért jöttünk Szárazajtára szavazni, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a világ milyen gyorsan fordulhat. Ezt láttuk az elmúlt napokban is. Itt Szárazajtán 1944-ben 13 ártatlan magyar embert öltek meg a szélsőségesek, és azt szeretnénk, hogy megállítsuk azt az új hullámot, ami most ismét Erdélyre, Romániára tör a román-magyar gyűlölők részéről. Éppen ezért arra buzítunk mindenkit, hogy vegyen részt a választáson, vigyen magával még egy embert. Volt olyan december 1-je, amikor vesztettünk, ma nyerni tudunk. Antal Árpád emlékeztetett, a magyar ellenesség eddig is köztünk volt. Gondoljunk csak az úzvölgyi eseményekre, a magyarok jogait korlátozó törvénytervezetekre és a több száz magyar önkormányzat ellen elindított perre. De most nagyobb a veszély. Mi magyarok nem maradhatunk alól, nekünk a mai részvétel létkérdés, hangsúlyozta Sepsiszentgyörgy elöljárója. Én ma Szárazajtára jöttem, Kárpát-medencében, Erdélyben, valószínűleg kevesen tudják azt, hogy 80 évvel ezelőtt itt a Manu gárdisták ártatlan magyar embereket gyilkoltak meg. Azok a Manu gárdisták, akiket egyesek ma vissza szeretnének hozni a közéletbe, azt a szellemiséget vissza szeretnék hozni a közéletbe. Mi erre nemet kell mondjunk, nagyon határozott nemet kell mondjunk, és ilyenkor a legjobb válasz a magyarok részéről az, hogyha elmegyünk szavazni, minden magyarnak el kell menni szavazni. Kovászna megyében 2:30-ig 31,39%-os volt a részvételi arány. Este 9 óráig mintegy 197.300 székit várnak az urnák elé, hogy megválasszák azt a 4 képviselőt és 2 szenátort, akik Kovászna megyét képviselik a bukaresti parlamentben. A magyar ellenes erők nyerésre állnak, ezt pedig csak sok magyar szavazattal tudjuk megállítani, vélekedett Vince Lóránt európai parlamenti képviselő, aki Marosvásárhelyen adta le voksát. Azért szavaztam, hogy legyen magyar képviselet Romániában a parlamentben, fogalmazott Vince Lóránt európai parlamenti képviselő, azt követően, hogy a Marosvásárhelyi Dacia általános iskolában leadta a szavazatát. Veszélyes időket élünk, a magyar ellenes erők nyerésre állnak, és ezt meg tudjuk állítani, le tudjuk őket győzni sok-sok magyar szavazattal. Minden egyes szavazat számít, hogy megvédjük a közösségünket, az anyanyelvünket, az iskoláinkat, a szimbólumainkat. Minden magyart arra biztatok, hogy menjen el szavazni, hogy legyen magyar jövő Romániában. A számok azt igazolják, hogy az elnökválasztás első fordulójában több mint 40%-ot értek el olyan jelöltek, akik szélsőséges elveket vallanak, akik magyar ellenesek, akik veszélyeztetik Romániában a demokráciát, a szabadságot, a magyar közösség eddigi megvalósításait. Ez valós veszély, ez ellen kell most a szavazáson fellépni, sok-sok szavazat tudja ezt legyőzni, megállítani, mondta. Kora reggel szavaztak a kolozsvári RMDSZ-es jelöltek. Csoma Botond a magyar anyanyelv, a magyar iskolák és szimbólumok mellett tette le voksát, Szilágyi Dóra emese pedig az ifjúságért szavazott. A kolozsvári politikusok vasárnap kora reggel szavaztak a december 1-jei parlamenti választásokon. Csoma Botond képviselőjelölt és az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke úgy fogalmazott, a magyar ellenességre a magyar szavazat a gyógyír. Azért szavaztam, mert december 1-én az erdélyi magyarok nem veszíthetnek. Azért szavaztam, mert egy olyan helyzet van kialakulóban, amikor a magyar ellenes erők hatalomra juthatnak. És ilyen körülmények között nagyon fontos az, hogy a magyar embereknek erős képviseletük legyen. Azért szavaztam, hogy tudjuk megvédeni iskoláinkat, szimbólumainkat, anyanyelvünket. Saját szavazókörzetében leadta voksát Szilágyi Dóra emese, miért elnök is, aki a megye jelölt listájának második helyét foglalja el. Kiemelte, a fiatalok mellett az itthonmaradás jegyében szavazott.
Az erdélyi magyar fiatalok jövőjéért szavaztam, azért, hogy biztonságos legyen itthon maradni, otthont teremteni, családot alapítani, és azért szavaztam, hogy a fiataloknak ne kelljen külföldre mennie. Az egyetlen olyan politikai alakulatra szavaztam, aki a magyar közösséget képviseli, és akinek a programja nem csak az erdélyi magyar fiataloknak szól, de Románia összes fiataljának. Hozzátette, az a legfontosabb, hogy megőrizzük a magyar képviseletet a bukaresti parlamentben, továbbá arra kér és bíztat mindenkit, hogy menjen el szavazni és döntsön a jövőjéről. A szavazó helyiségek este 9 óráig tartanak nyitva. Kolcsár Károly Maros megyei RMDSZ-es parlamenti képviselőjelölt szerint a magyarok érdekeit csak és kizárólag a magyarok tudják képviselni a parlamentben, ennek jegyében adta le szavazatát december 1-én. A reggeli órákban adta le szavazatát Kolcsár Károly Maros megyei parlamenti képviselőjelölt a Körtvéfáji Általános Iskolában kialakított szavazókörzetben. Antal Mihály Levente, Maros megyei főtanfelügyelő helyettes és Gernyaszeg község polgármesterének társaságában. Azt szeretném, hogy szülőföldön tudjunk maradni, szülőföldön boldoguljunk családjainkkal, gyerekeinkkel, unokáinkkal, dédunokáinkkal, egy boldogabb, fényesebb jövőt tudjunk építeni magunknak. Azt szeretném, hogy a józanész mentén cselekedjünk, azt szeretném, hogy a magyar emberek jól érezzék magukat itthon. Erdélyben, Maros megyében, Marosvásárhelyen és Körtvéfáján egyaránt. Fontos, hogy a magyarok képviselve legyenek a parlamentben, és az is fontos, hogy ki által. A magyarok érdekeit csak mi, magyarok tudjuk képviselni, mi vagyunk azok, akik értjük, érezzük és megoldásokat tudunk találni a magyar emberek gondjaira, úgy a közeljövőben, mint hosszú távon, fogalmazott a politikus. Szatmárban nagyobb a választási kedv, mint múlt vasárnap, de elmarad a júniusi helyhatósági választáshoz képest. A jelöltek azt remélik, hogy még behozzák a lemaradást, elmennek szavazni azok, akik még nem járultak az urnákhoz, hiszen minden eddiginél fontosabb, hogy erős frakció képviselje a parlamentben a magyar közösség érdekeit. Van, ahol egymásnak adják a kilincset a szatmári szavazóházakban a választók. A délelőtti részvételi adatok azt mutatják, hogy többen mentek el szavazni, mint az államfőválasztás első fordulójában ugyanebben a napszakban. Csak úgy lehet valamit megvédeni, vagy valamivel előrébb jutni, hogyha természetesen ismerjük a dolgokat, és ezt csak azok ismerik, akik ők is ugyanabban a környezetben, ők is ugyanazt a kultúrát képviselik, és ez természetesen nem lehet más, mint a magyarság. A magyar politikusok szerint az államfőválasztás első fordulója tükrében most már nem csak a fejlesztések folytatása, a családok itthonmaradásának támogatása a tét, mint ahogyan azt november 24-e előtt hangsúlyozták, sokkal inkább a magyar közösségi jogainak a megvédése. Mindannyian láthattuk, hogy mit jelentett múlt vasárnap, amikor a román szélsőséges nacionalista elemek győzedelmeskedtek. Én nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol ezek a szélsőségesek vezessék az országot, ők alakítsanak kormányt, ők legyenek többségben a parlamentben. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol magyar szimbólumainkat, magyar anyanyelvünket meg tudjuk őrizni, magyar egyházaink megmaradnak, ahol gyermekeink magyarul fognak tudni tanulni. Szatmár megyéből eddig két képviselő is, egy szenátor képviselte a magyar közösséget. A jelöltek szerint minden eddiginél nehezebb időszak következik, ezért fontos az, hogy a közösség minél több képviselője és szenátora bejusson a román parlamentbe. A magyar közösség által megszerzett jogokra és azok bővítésére voksolt Novák Levente az RMDSZ Maros megyei szenátor jelöltje. Fontos, hogy közösségünk jogait ne tudják megvonni tőlünk, hangsúlyozta. Novák Levente, az RMDSZ Maros megyei szenátor jelöltje Nyáradszered a polgármesterével Tóth Sándorral ment el szavazni vasárnap kora reggel. A voksulást követően közölte, talán még soha nem volt ekkora a tétje a parlamenti választásoknak. A jogaink múlnak ezen, mondta. Az a tétje, hogy meg tudjuk-e védeni és megőrizni azt, amit 34 év alatt felépítettünk. Tudunk-e vigyázni a nyelvhasználatunkra, az iskoláinkra, az egyházainkra, vagy a szélsőséges erők hatalomra kerülnek, és mindez elveszhet. Arra biztatta a szavazati joggal rendelkező állampolgárokat, hogy menjenek el minél nagyobb számban szavazni. Higgyék el, ma mindenkire szükség van, fogalmazott Novák Levente. Antal Lóránt, az RMDSZ Hargita megyei szenátor jelöltje Székelyudvarhelyen adta le szavazatát egy erős erdélyi magyar jövőért. A politikus szerint csak egy határozott közösségi jelenléttel lehet megvédeni a magyarság érdekeit az ország jövőjét érintő döntésekben.
Antal Lóránt, az RMDSZ Hargita megyei szenátor jelöltje reggel 9 órakor adta le szavazatát Székelyudvarhelyen, a Bányai János szakközépiskolában. A politikus hangsúlyozta, hogy döntésével az erdélyi magyar jövőt és a közösség erős érdekképviseletét támogatta. Én arra szavaztam, hogy legyen erdélyi magyar jövő, és arra szavaztam, hogy legyen egy olyan erős erdélyi magyar jövő, aki megállt tud inteni azon szélsőséges erőknek, akik az erdélyi magyarság nélkül képzelik el ennek az országnak az alakítását, törvényeinek, jövőinek a meghatározását. Azt viszont kell látni, hogy nagy jelenléttel kell számoljunk, és erre az erdélyi magyarság azzal tud válaszolni, ha mi is felmutatjuk az erőnket. A politikus szerint a részvétel kulcsfontosságú az erdélyi magyar közösség számára. A magyar közöny nem segít abban, hogy jelen legyünk és döntéseket hozhassunk a saját dolgainkról. Az erős román részvétellel szemben csak úgy léphetünk fel, ha megértjük a nap jelentőségét és minél többen szavazunk. Felhívta a figyelmet arra is, hogy több mint 1 millió magyar él Romániában, és most is, mint mindig, bele akarunk szólni az ország jövőjének alakulásába. Szavai szerint a közös erő szükséges ahhoz, hogy a szélsőséges erők ne hagyhassák figyelmen kívül az erdélyi magyarságot, és hogy biztosítsuk jelenlétünket a román parlamentben. Választási híradónkat látták, időjárás jelentés és világhíradó következik, 8 órától pedig élő választási műsorral jelentkezik az Erdély TV. Szakértők és politológusok társaságában elemezzük a legfontosabb történéseket. Farkas István számít figyelmükre. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, legyen szép estéjük, a viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.